Önök a heti szakaszt Brauer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Üdvözlöm a kedves nézőket! Aktuális heti szakaszunkat rögzítettük a Frankele utcai zsinagógába, és ha már a Frankele utcai zsinagógába vagyunk, természetesen aktuális heti szakaszunkat kérdezem dr. Verő Tamás rabbitól. Üdvözlöm, rabbi úr! Mi aktuális heti szakaszunk? Matut heti szakasza, ez a túrai könyvnek a vége felé van, de általában ez a heti szakasz meg tudja mutatni, hogy az egész könyv miről szól, az emberi kapcsolatokról és azokról a közösségi viszonyokról, hogy hogyan tud egy ember saját magával elszámolni. Akkor aktualizáljuk. 2015-ben hogy kell érteni ezt a heti szakaszt? Talán úgy lehet megközelíteni, mint ahogy az pár heti szakasszal ezelőtt egy külső zsidóságot ellen támadó ember megpróbálja megátkozni a zsidóságot, és erre nem tud saját maga, saját szavaival megfelelni, hanem inkább megáldja a zsidóságot, és hogy ez a mostani napokban is lehet, hogy általában, hogyha támadják a zsidóságot, akkor arra kell gondolni, reménykedni, hogy mindig lesz az az átok átfordul áldása. Ugyanúgy például, mint ahogy a múlt heti szakaszban, hogy mindig lesznek olyan emberek, akiktől mást várunk el, mint például Pinchastól, akitől azt várnánk, hogy nem lehet a zsidó közösség vezetője, mert azért egy kicsit szélsőséges ember, és mégis ez az embernek is megvan a helye a zsidóságon belül, és ugyanúgy, ahogy a mostani heti szakaszban ez az egész összekapcsolódik, amikor a zsidóságnak kell tudni, hogy mire szentel az életét, mire próbálja összeadni a saját érzéseit, hogy egy közös cél érdekében meddig tud elmenni. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy az átok áldásá válhat, akik részt akarnak venni ebbe az áldásos tevékenységbe, hogy péntek este zsinagógába mennek, és a Frankelt választják, hány órakor tehetik ezt, és mi történik a Frankelben így péntek esténként? Este 18 óra 30-kor kezdődik az istentisztelet, és próbálunk minden korosztálynak külön-külön helyt adni, tehát ami az ő szintjükön, az ő érdeklődési körükben, az ő otthonosságukban megfeleljen ez a hely. Ez ilyen szinten az idősebbeknek egy rendhagyó istentisztelet, de van a családosoknak, a kisgyerekeseknek egy külön istentisztelet, egy nem is istentisztelet, hanem egy olyan foglalkozás, amivel a szombatra készülnek, ahol elmondják, hogy mi történt velük ezen a héten, közösen gyertyát gyűjtenek, egy kis áldása borra, ami szőlőlé, kóser szőlőlé, és illetve bárheszre, és utána persze természetesen csatlakoznak az istentiszteletre, tehát az egész istentisztelet a minden korosztálynak szólóan fejeződik be. Az ezt megelőző héten a Pinchas heti szakasznál egy rendkívüli istentiszteletet tartottak kinn a szabadtéren, a Marcibányi téren. Miért volt erre szükség, és mi történt ott? Ez tavaly volt az első alkalom, amikor ezt megtettük. Azt gondoltuk, hogy nyár van, és nincs semmilyen tiltás azzal, hogy szabadtéren fogadjuk a szombatot. Éppen ezért egy kicsit kabalisztikus módon, ahogy régen Szfaton is már a szombatot minél hamarabb tudják fogadni, elé mentek a szombatnak a zsinagoga elé. Mi ezt a Marcibányi téren tettük meg, és ezt próbáltuk olyan módon, hogy nagyon-nagyon meleg van, akkor miért ne lehetne, hogy egy szép körülmények között a Marcibányi térnek a belső udvarán ugyanúgy a férfiak, nők gyertyagyújtással és imádkozással fogadták a szombatot, és utána természetesen egy közös kidus, ami szintén a szabad téren történt meg. A héten hány órakor jön be a szombat, hány órakor kezdődik az istentisztelet? 20 óra pár perckor fog beköszönteni a szombat, és a istentisztelet 18 óra 30-kor, tehát hogyha valaki még kocsival eljön a zsinagógába, akkor ott hagyva kocsit utána, még utána már haza tud gyalogolni. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.